Kaposvárról érkezett Szolnokra az a kis teherautó, mely almát hozott a Szolnok helikopterbázishoz. Jön a laktanya targoncája is. Több mint 500 kg alma van a platón. Bíró Csaba vállalkozó ajánlott fel 10 tonnát a Magyar Honvédség számára. Ezt szerdán le is szállította Kaposvárra. A mennyiséget ott osztották szét, s juttatták tovább a magyarországi helyőrségekhez. A Magyar Honvédség katonái a járványügyi feladatok ellátásában is részt vesznek. Ahogyan Kis Róbert ezredes mondta, mindent megtesznek a lakosság védelme érdekében. Az elmúlt napokban sátrakat állítottak Szolnok két kórházában, járőröznek a megyeszékhelyen, és ott vannak az országhatárnál is. A katonák alapvető feladata, hogy ahogy említettem, a lakosság biztonságérzetét biztosítsa. A katonák önzetlenül hajtják végre ezt a feladatot, tehát a katonáknak mindig jól esik egy vállalkozó vagy bárki részéről, ha ők is elismerik a katonák áldozatos munkáját. A Szolnokra érkezett almákat a járványügyi előírásoknak megfelelően vették át, hogy szétoszthassák a helyőrség 12 katonai alakulata közt. Az alma átvétele azért történik ezen a helyen, mert a járványügyi előírásoknak megfelelően egy elkülönítő átvevő pontot kell létrehozni, így a laktanyába érkező szállítmányok azok nem kerülhetnek be a laktanya területére, hanem itt kint ezen az átvevő ponton kell átvenni a szállítmányokat. Több mint 500 kg alma több ezer katona étkezését teszi még változatosabbá. Ha minden igaz, a jövő héten almaleves készül ezekből, de jut majd friss gyümölcsként az asztalokra is.